Greg Ruka és Liam Sharp távoznak a Wonder Woman éléről. Dolph Lundgren csatlakozott az Aquaman stábjához, míg George Brolin kapta kívül szerepét a Deadpool 2-ben. Megkezdődtek az igazság ifjú ligája harmadik évadának hangfelvételei. Üdvözöllek! Ez itt a 9. panel. Dőj hátra és olvas velünk! Panel Burnside. Először is szeretném kezdeni egy bocsánatkéréssel, hiszen most már másfél hónap telt el azóta, hogy utoljára ebből a stúdióba um helyezkedtem volna el, és beszélgettem volna a képregényekről, ami még mindig a szívem csak a március egy kicsit őrült hónapra sikeredett, és emiatt nem igazán volt lehetőségem arra, hogy ide keveredjek, és beszéljek róla. Aztán múlt héten felvettem, pontosabban pár nappal ezelőtt felvettem egy adást, de tegnap a külső vincseszerem, amint tároltam. Az adást az, hát, bekrepált, úgyhogy az gyönyörű, több mint egy órás igazán nívós és érdekes és izgalmas témájú adás, amit összeraktam, az ment a kukába. Sajnos um, emiatt pedig teljesen újra előről kell kezdenem az egészet, de nem baj, mert imádok itt lenni a 9. panelben és imádok képregényekről beszélni és még hogyha márciusban nem is olvastam annyit, mint szerettem volna, azért az elmúlt időszakban akadt egy-két olyan cím, illetve olyan történet, amit nagyon-nagyon élveztem. Ilyen volt például a Bad Girl, aminek elkezdtem a New 52 Tours futását Gail simon amiről majd egyébként a mai lesz szó, hiszen nagyon fontos és izgalmas dolgoknak lehet ez az alapja. Másik nagyon-nagyon izgalmas történet szám, amit elolvastam, és amit teljesen szétdurrandott az anyamat, olyan szinten röpködtek a darabkái mindenfelé, hogy azt se tudtam, hogy merre nézek merre áll a fülem utána, az a Superman Reborn című történetszáv volt, ami az első DC Rebirth igazi esemény sorozata volt, amely ugye négy héten keresztül zajlott márciusban, és... Hát egyelőre még nem tudjuk kitalálni, hogy mik lesznek az utóhatásai, bár már olvastam mind az Action comics mind a Superman-ből a következő számot, tehát most már azért valami szinten van valamiféle elképzelésem, viszont még mindig nem tudom, hogy mindez mit jelent, és igazából az a jó, hogy nem vagyok egyedül vele, hanem igazából senki nem tudja, hogy mit jelent mindez, de nem kell aggódni, mert a Superman Ribor mindenféleképpen részét képezi ennek a mai izgalmas beszélgetésnek, amelyre meginvitálok benneteket, illetve téged, és és abban az esetben, hogyha bármiféle kérdésed, kívánságod, véleményed lenne, akkor dob meg légy egy e-maillel a popchapkukazgmail.com címen, ugyanis így fogunk tudni kommunikálni legkönnyebben szerintem egymással. Ha mondjuk nem tudod, hogy mit szeretnél olvasni, és mondjuk kíváncsi lennél a véleményemre, akkor mindenféleképpen érdemes írni egy e-mailt, vagy pedig abban az esetben is, hogyha van valami kívánságot, témát illetőleg, vagy csak szimpán szeretnél beszélgetni velem képregényekről, akkor is mindenféleképpen írj a popcsepp kukac gmail ra Én pedig ígérem, hogy megpróbálok egy kicsit rendszeresebben jönni, és hiszen az, hogy csináltuk ezt februárban, az, hogy szinte nem is tudom, háromadás csináltunk meg ott négy hét alatt, az zseniás volt, imádtam minden egyes percét, és igazából nekem szükségem van rá meg szerintem azért Magyarországon most már kezd kialakulni egy bizonyos képregényes közösség, akiknek szintén lehet igénye egy képregényekkel foglalkozó műsorral, úgyhogy mindenféleképpen szeretném egy kicsit rendszeresebben csinálni, és mindenféleképpen szeretnének jobban bevonni benneteket is. Abban az esetben, hogyha kérdésetek lenne, vagy csak valamit valamiről olvastatok, vagy azt szeretnétek, hogyha valamit felolvasnék, akkor is mindenféleképpen. Popcsap, kukasz, nem fogom többször elmondani az adás végéig. Viszont csapjunk is bele a lecsóba, amit imádok, mert rettentő sok mindenről kell ma beszélni, és nem tudom, hogy be fogunk -e férni az egy órába, én meg fogom próbálni. Történik Kezdjük először is ezekkel a hírekkel, amikkel a mai történetben, majd beszélgetésünket indítottam, ez pedig szerintem egészen friss ma vagy tegnapi hír, hogy Greg Ruka 25. füzettel búcsúzik a csodanőtől, aki az ő futásuk alatt ünnepelte a 75. évfordulóját, és engem sokkolt. Tehát nekem Greg Ruka az nem volt jelenleg az elmúlt időszakban Wonder woman kapcsolatban, és nem igazán mondhatnám azt, hogy különösebben lelkes vagyok, amiatt, hogy egy évet követően távozik, valahol Persze, megértem. Mert, mert azért ez egy mégiscsak egy nagyon durva elkötelezettség, hogy kétetente kell kiadni ezt a 25 oldalnyi képregényt az ember kezéből. Persze én nem, nem látom ebbe azokat a dolgokat bele, hogy ezért nem volt annyira sok szöveg a Wonder Woman-ben, sem, er, sem az eredet történetében, sem pedig a jelenlegi igazság-hazugság történetszálban, amit egyébként Liam Sharpal um, készítettek, aki szintén távozik a sorozatból. Hát ennek még azt végképp nem örülök, mert Liam Schell pedig végképp az a kategória, akinek én a rajzait nagyon-nagyon imádom. Iszonyatosan részletgazdag, iszonyatosan jó érzés ránézni, és határozottan szívesen laknék egy olyan szobában, aminek a falai azok Liam Sharp Wonder woman rajzai jól vannak kikövezve. Mondjuk alapból ott egy nagyon szívesen egy olyan szobában, van egy Wonder woman poszter a falon, még akkor is, hogyha az gálgadó. <laughs> ennek nagyon-nagyon nem örültem, viszont ennek persze vannak pozitív oldalai, nem csodanőre nézve. Egyébként azért tegyük hozzá azt, hogy Liam Sharp azt mondta, hogy nem megy nagyon messzire, tehát marad a DC-nél, de nem megy nagyon messze csodanőtől, ami azt jelentheti talán, hogy valami csodanőhöz kapcsolódó ö, projektje lesz, a Zistávónál, és bízom benne, hogy eltaláltuk, és nagyon-nagyon izgatott vagyok, amiatt, hogy mi lesz a következő projektje. Bármi legyen, én tutira megyek vele, úgyhogy hajrá! Nem úgy, mint Greg Rucker aki akire már nagyon-nagyon régóta tudjuk, hogy milyen egyéb olyan produkciói vannak, amelyekre neki figyelnie kellene. Az egyik első ilyen, ami, ha jól rémlik be, most egy kicsit elbizonytalanodtam, az az, hogy hamarosan folytatódik a Black Magic, amelyben ugye Nicholas Scott a rajzoló, amit iszonyatosan imádok, és nagyon-nagyon örülök, hogy ezzel a címmel is fognak dolgozni. Ha jól emlékszem, akkor talán az első kötet, amit én tavaly nyáron a Free Comic Book vettem meg, igen, elmegy az ember azért, hogy ingyen képregényt nézzen, hát Persze, hogy el fog költeni egy csomó pénz képregényekre, mert rá van kényszerítve, na mindegy. Szóval négy, négy, részes volt talán az első kötet, és utána mentek ők egyből Wonder Woman úgyhogy nem is igazán tudták folytatni, és most már annak is egy, egy másfél éve van, pedig effektíve sikeres volt a sorozat, és folytatni is fogják most, úgyhogy ennek nagyon örülünk, tehát ő a Black Magic-en fog dolgozni Nikola valamint folytatja a Lazarus-t, illetve ha minden igaz, akkor az Onipressnél lesz egy Stumptown című projektje, illetve egy Kickstarteres Lady Sabre projektbe is belefogott, ami most így hirtelen nekem nem mond semmit, úgyhogy lapozzunk. Alig pár órával azt követően, hogy robbant ez a hír, a Hollywood Reporter már is jelentette, hogy ki fogja átvenni csodanő történetének az alakítását, ez pedig nem más, mint a DC egyik friss, feltörök tehetsége, aki az elmúlt egy-két évben már alaposan bizonyított még hozzá egy zseniális címmel, úgyhogy nagyon aggódni nincs okunk. Viszont, és hogy ki is ez a személynos, nem más, mint Sia Fontana, aki az elmúlt években a DC Superhero Girls című sorozatot készítette, pontosabban ezzel készült fel arra, hogy egy nap majd beléphessen a nagyok közé és igazi nagyájuknak a történetét mesélesse el, arról nem is beszélve, hogy megírt két egész grafikus novellát, valamint az animációs sorozatban is írt néhány epizódot, Arról nem is beszélve, hogy ő jegyzi a digitális képregény sorozatot is, amely ugye heti rendszerességgel jelenik meg és majd bizonyos időkö, és bizonyos időközönként pedig összefogva egy-egy füzet -egy formájában havonta. Az elmúlt néhány évben dolgozott ugye a DC Superhero girls amit ő nagyon-nagyon szeretett, amiben egyébként Wonder Woman is a történet részét képezte, és nagyon-nagyon izgatott amiatt, hogy felnőttként is írhatja a figurát. Aztán azt is megtudtuk a Hollywood Reporterből, hogy öt epizódra szól a szerződése, és az első két történetének az író, a rajzolója nem más lesz, mint Mirka Andolfo, aki korábban a DC Comics Bombshells című történetein dolgozott. Azt még egyelőre nem tudjuk, hogy miről fog szólni a történet, csak azt tudjuk, hogy két hetente fog megjelenni, ugyanúgy, mint ahogy eddig is, és a 26. füzettől veszi majd át a történet alakítását fontáná. És izgatottan várjuk azt, hogy mi is fog kikerekedni ebből a történetből. A 26. lapszám pedig július 12-én fog megjelenni. A következő nagyon érdekes hír az ugye az volt, hogy végre megtalálták kábelt a Deadpool 2-höz, aki nem más, mint George Brolin, ami azért volt meglepő, mert ő nem is szerepelt az analistán, amiről az egész popkulturális világ, a rajongók, a filmkészítők beszéltek. George Brolin ráadásul azért is hogy nagyon érdekes, mert ő játszott thanos aki a következő bosszú filmekben elég fontos szerephez fog jutni, és vannak rajongók, akik amiatt aggódnak, hogy hogyan játszott egy színész két karaktert ugyanazon az univerzumon belül, és mind a kettő egy nagyon-nagyon fontos közkedvált szerep. Még akadnak olyanok, akik meg amiatt aggódnak, hogy vajon hogyan fogja tudni összeegyeztetni Thanos-t kábellel, tehát forgatásilag. És ilyenkor van az, hogy az ember elgondolkodik, hogy, hogy igen, de ők egyszerre forgatnak két bosszú angyalai filmet. Egyrészt, másrészt pedig azért azt se felejtsük el, hogy egész éven átforgatnak. És azért a Deadpoolban attól függ, hogy mennyi, mekkora lesz kábelnek a szerepe. Meg hogy ha behozzák Dominót a történetbe, akkor vajon neki mi lesz, hogy ő csak azért lesz ott esetleg a végén, hogy megjelenjen és összerakja a csapatod, vagy ő pedig ténylegesen az igazi ellenfele lesz. Deadpoolnak. Ez, ez majd ki fog derülni, de szerintem thanos úgyis ő is főgonosz játszik, a, vagy valami hasonló karaktert játszhat a Marvel filmjében, úgyhogy szerintem nála nem feltétlenül lesz semmilyen ilyen um, rémisztő dolog hanem, hanem sokkal inkább, tehát neki, neki bőven lesz ideje arra, hogy beúrjon a Deadpoolba. Ami viszont ennél nekem egy kicsit érdekesebb és egy kicsit jobban szívhez szóló dolog, az az, hogy Dolph Rundgren, miután az idén az Eróban, idén volt, tavaly volt az Eróban, na mindegy, amikor az Euróban szerepelt, utána most csatlakozott az Aquaman stábjához, ami amúgy is egy neves és impozáns gárda, de most ő is bővíti ezt a sort, és nem is akárkit fog játszani, hanem Nereus királyt, aki egy szomszédos királyságnak az uralkodója, egyben egyébként Merának az egyik, hogy is mondjam, ő is egy olyan fickó, aki bele van zúgva Merába, és aki azt hiszi, hogy mer az övé, és meg akarja ölni Aquament című gondolkodásmódja van ennek a fickónak, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas szerepkör. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy vagy mit fog tudni Landgren kihozni ebből a dologból. Mindenféleképpen nagyon nagy okaztéknak tartom. Illetve szintén az elmúlt napokban érkezett az, hogy végre valahára megkezdődött az igazság ifjúligájának harmadik, várva várt harmadik évadának felvétele, úgyhogy végre valahára ez is célegyenesben van, és hamarosan érkezik is a sorozat, és nagyon-nagyon fel vagyok pumpálva, miért már nagyon kíváncsi vagyok rá. Imádom az igazsági füligájét, ez egyik kedvenc animációs DC sorozatom. Egyébként elüteszem be, hogy ma nem csak Batgirlről lesz szó mai adásban, nem csak a Superman Reborról lesz szó, de mellette lesz még szó a Dini Titánok új animációs filmjéről, mely múlt héten érkezett, és amely teljesen szétúrantotta az anyjaimat mondjuk igazából szinte minden dísz is történt mostanában szétúr, hogy az agyaimat, úgyhogy nem tudom miért is akadok ki ilyen dolgokon. Illetve, hogy egy szomorú dolgot is elmondjak, a Gotham academy a Second Semester című története a 12. lapszámmal idén augusztusban véget ér, ami elég, hát fogalmazunk úgy, hogy elég fájó dolog tekintve, hogy én imádtam a Gatham az első szemeszterét, ami, ha jól azt hiszem, talán 24 történetig is elment, és a Rebirth környékén ért véget. Most pedig az első nagyobb történet szállat zárták le a nyolcadik lapszámban, és a következő négy számnak az lesz a címe, hogy The Ballad of Olive című négy részes történettel fogják majd rövidre zárni a második évadot, mert szerintem ezt lehet így nevezni. Ugyanis Brandon Fletcher azt mondta, hogy vannak tervek folytatásra, tehát nem zárkoznak el attól, hogy folytatódjon a cím, és szerintem igen szükség van ifjúsági irodalomon belül elhelyezkedő címekre, és mi más is lehetne ennél alkalmasabb, mint a Gotham Academy, amit szerintem, amit én pontosan ezért zúgtam bele, mert egy tökéletesen jó, nagyon-nagyon fiatalos történet, tele van jobbnál jobb karakterekkel, és mindezt úgy, hogy amikor először olvastam, vagy kezdtem neki a Gotham academy ki nem állhattam. Aztán eltelt nagyon sok idő, és valamikor tavaly tavasszal elolvastam, és utána azt volt a véleményem róla, hogy Uramisten, ez hogy lett -e akkor a hülye, hogy ezt eddig nem olvastam. És um, imádom. Én a Gotham Get és Fletcher pedig előadásul is egy nagyon-nagyon jó író, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a második szemeszter is egyébként nagyon-nagyon jó. És van még egy nagyon érdekes hír, ami inkább már a magyar kiadásokhoz kapcsolódik, ez pedig az a bizonyos probléma, amivel a Spawn kiadása során találkozott a magyar kiadó, Brejtnán László, akit én nagyon-nagyon tisztelek, hiszen nincs még egy ilyen bevállaló tökös faszib, mint ő, aki képes volt visszahozni a szemik által a 90-es években elkezdett span történeteket, azaz az ivadék történeteit, amelyből Todd McFarlane egyelőre szeretne, azt hiszem, hogy mindig csak ebben a stádiumában van a projekt egy újabb filmet készíteni, ugyanis senki az égető világon nem volt elégedett azzal a 90-es évekbeli borzalommal, ami ezen a címen jelent meg, de hát nem lehet mindenki mindennel mindig elégedett, ugyebár. Szóval kisebb gondokba botlottak, ugyanis nem jelenthetik meg magyarul, nem jelenhet meg magyarul az Angela történetszál füzetekben, viszont megjelenhet kötetekben, ami egy nagyon-nagyon érdekes hozzáállás az image részéről, tehát jogi, 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 jogi okai vannak a dolognak, és az elmúlt napokban többször <coughs> próbált posztolni a Facebookon, és ott például elmondta azt, hogy akkor a fizeteknek tök tökéletes, hogy előfizető vagy vagy sem, nem lesznek fizetek, hete, évente kétszer két kötet lesz, amelyet azért érik meg jobban, mert így a kötetek ha jól azt hiszem, összesen 7000 forint fognak kerülni postaköltséggel együtt, míg hogyha egy-egy kötetet jelentetnének meg, akkor az olyan 3200 körül lenne plusz 1000-1200-as postaköltséggel, tehát hogyha az ember elvégzi a matekot, akkor jobban jár, hogyha inkább megveszi 3000-ért a könyveket, és onnantól kezdve le van tudva, és ráadásul két könyvet is kap 7000-ért, tehát még effektíven meg is éri nekik a dolog. Úgyhogy, ha jól értettem, akkor az lesz a folytatás az idei évre nézve, hogy Eddig hat szám jelent meg a füzetből, ha jól emlékszem, és két kötet, nem vagyunk túl, és most júniusban fog jönni a harmadik, illetve a negyedik kötet, és november környékén jön majd az ötödik és a hatodik kötet, amely azért nagyon érdekes, mert ezek a kötetek, ezek az eredeti történeteket fogják elmesélni, tehát az szemik, adott, szemik által kiadott történetek jelennek meg, illetve az azt követő egészen odáig, ahonnan a füzetek elkezdődtek tavalyig. Bezárólag, illetve ezeken is túl majd kötetekben fog folytatódni a dolog. Arra még nem kaptunk választ részéről, hogy az eddig megjelent hatlapszám az vajon megjelenik-e egy közösen egy kötetben. Szerintem igen, mert e, volt erre utaló hogy majd ott kiavítják az összes hibát, amit az első megjelenés alatt elkövettek. És felveti a kérdés azok által, akik megvették ugye a fizeteket, akik nem számítottak arra, hogy majd lesz gyűjteményes kötet, mert például, hogyha tudom, hogy lesz belőle gyűjteményes kötet, akkor nem fogok neki állni megvenni a fizeteket, bármennyire is személyiségnek hangzik, mert ez az, de eznek igazából nagyon nagyon sok oka van. Egyrészt anyagilag nem biztos, hogy jobban megéri, ha megvenni 6 800 forintért a fizetet, amikor meg lehet kapni 3000-3200-ért a könyvet, amiből össze van gyűjtve, nem kell hónapokat várni arra, hogy egy történet. A pontból B pontba jusson meg a szóval én nagyon-nagyon kötet uh, fanatikus vagyok amúgy is, úgyhogy uh, kicsit, kicsit csalódott vagyok emiatt, viszont ezt sem fog ten, teljesen eltántorítani attól, hogy ezt a kötetet se hagyjam ki, bár még vannak uh, ezzel kapcsolatos gondolataim, hogy vajon uh, érdemes lesz nekem beleruházni ezekbe a dolgokba, vagy beletörődök abba, hogy nekem ez füzetben van meg, és nekem ez így jó. A másik oka egyébként az a, egyértelmű, hogy a helyhez köthető, hiszen azért a kötetek jobban néznek ki a polcon, mint a füzetek. De ez megint csak az én véleményem. Aki inkább olvas el digitálisan mindent és ki inkább olvassa a füzeteket digitálisan, és veszi meg a gyűjteményes köteteket, mert az jobban néz ki, meg az amúgy is sokkal kellemesebb és jobb élmény. Na de ennyit a hírekről, és most szerintem térjünk is rá az igazán izgalmas dologra, hiszen itt az ideje, hogy lapozzunk. legutóbb, amikor találkoztunk, akkor azt jelentettem be éppen, hogy lesz egy éjszárgy film. Most azért jöttünk ide vissza, mert végre valára kimondhatjuk azt, bár szerződés még nincs aláírva, hogy Josh Vidon, az Atya Úristenem, rendezhet egy Batgirl mozit. Hölgyeim és Uraim, Batgirl szóló film, pipa. Josh Vidon a fedélzete, pipa. Innentől kezdve kit érdekel, hogy miről szól. Csalódott vagyok amiatt, hogy nem a Burnside-i történetekhez fog nyúlni? Teljesen természetesen igen, mert szerintem ezáltal jobb történetet lehetne megvalósítani, illetve sokkal szórakoztatóbb lehetne a karakter, illetve kevésbé annyira lenne olyan, mint az összes többi dc film, viszont pontosan emiatt járunk jobban, hogyha Gail Simonnak a történeteit veszük alapul, mint hogyha mennénk a Burside-i történetek, mert a Burside-i történetek azok inkább egy ilyen ifjúsági filmhez nyújtanak jobb anyagot szerintem, amik, amik szórakoztatóak és könnyedebbek. Mert pedig a DC mozis univerzuma minden csak nem ez. A Gail Simonnak a New 52 időszaka pedig határozottan egy olyan történet, amely izgalmas, lebilincselő, és tele van olyan kérdésekkel, amelyekre nagyon-nagyon nehéz választ kapni illetve felmerül benne meg az, is a kérd, az a kérdés is, hogy vajon hány éves lett azok, azokban a történetekben Bad Girl. Viszont még mielőtt rátérnék a filmre, illetve arra, hogy nekem kik lennének úgymond az államszereposztásbeli castingjaim, illetve az, hogy ki lehetne az, ami igazán izgalmas, se tehetné ezt a filmet, illetve hogy mi az az elem, ami miatt szerintem egy Batgirl film hogy igazán jól tudna működni. Előtte beszéljünk egy kicsit arról, hogy ki is Batgirl mert szerintem főleg így a magyar közönségben, illetve magyarul szerintem Batgirl nagyon-nagyon ritkán jelent meg, ha egyáltalán. Animációs sorozatokból talán ismerős lehet a figura, de annyira Magyarországon nem népszerű, mint amennyire külföldön az. Nekem bevallom, őszintén Észály mellett Batgirl a kedvenc karakterem nagyon-nagyon sok kifolyólag, jobban szeretem mindent, mert sokkal izgalmasabbnak tartom, sokkal érdekesebbnek, és a mai digitális világra le lebutítva egy sokkal összetettebb figura is, hiszen ő nagyon-nagyon jól keni vágja, vagy érti a dolgát a digitális világban is, hiszen ő volt orákulum, miután ugye a Joker lelőtte a gyilkos tréfában, amire ugye mind emlékszünk, és tulajdonképpen nekünk az volt az egyetlen igazi olyan bad momentumunk az elmúlt években, amelyben láthattuk őt, ott viszont nem volt mindenki elégedett a figurával, ami bizonyos okokból érthető, bizonyos okokból ez attól függ, hogy hogyan állsz a történethez, mert szerintem az egy tökéletes kis a amolyan visszaidézése volt az egykori Batman az animációs sorozatnak, másfelől pedig egy igazán jó a frappás bemutatója volt a karakternek. Nyilván nem feltétlenül veszek meg a, a kapcsolat tért Batman és Batgirl között, mert az nekem ilyen uh, kategória még mindig valamiért, de, de minden, amiért én ezt a karaktert szeretem, azt szerintem olyan indok, ami miatt ő igen megérdemli azt, hogy saját szólófilmet kapasson bár vannak pletykák azzal kapcsolatban is, hogy um, valószínűleg nem egyedül fog majd ebben a filmes szerepelni, hanem lesznek azért, lehet, hogy összehozzák a Birds of Prey-t ehhez a mozihoz, szerintem még nem, de nem tartom kizártnak, hogy elkezdődjön az összeszedésük. Tehát szerintem az az irány valamilyen szinten működhet, és működni is fog, de nem az első filmben. Én most nagyon-nagyon bízom Joshban, hogy, hogy azért még, még nem, még, még, úgy nem kellene. Viszont Batgirl figuráját, ugye, ahogy már mondtam, mi elsősorban az 1995 vagy 97 es Batman filmből ismerjük, amelyben ugye Alice Silverstone játszotta a 90-es évek üdvöskéje, az egy nagy-nagy kedvencem, Spini ugye ugyebár, és um, szerintem bármennyire is gagyi volt ez a film, és bármennyire nem bizonyította be azt, hogy Barbara Gordon miért is érdemelnie meg, sőt, ott nem is Barbara Gordon volt, hanem csak egy Barbara, aki, ha jól emlékszem, Alfrednak volt az unoka huga, vagy valami ilyesmi kapcsolatban állt vele. Szóval nem igazán muzsikált tökéletesen, viszont maga az, ahogy kinézett, illetve az, ahogy Alicia Silverstone megformálta a karaktert, az mind olyan dolog volt, amit, amit én nagyon-nagyon élveztem abban a moziban, és tulajdonképpen az egyetlen pozitív dologként lehetne emlegetni ezzel a Batgirl kapcsolatban. Kezdjük az elején, hiszen Batgirl figuráját 1961. áprilisában alkotta meg Bill Finger és Sheldon Moldoff a Batman 139. számában. Ekkor még kötőjel írta a nevét, és Betty Kane játszotta a figurát, vagyis formálta meg a figurát, aki egész sokáig maradt a szerepkörben, míg nem 1967-ben érkezett a híre Barbara Gordon, aki szerintem mind a mai napig a legismertebb um, Batgirl aki 1967. januárjában a Detective Comics 359. lapszámában kvázi vette át a gyeplőt, vagy formálta újra a karaktert, olyanná, amilyennek mi őt ismerjük ma. Ugyanakkor azt is muszáj elmondanunk, hogy William Dozier, Julius Schwartz, illetve Carmen Infantino voltak azok, akik megalkották Batgirl figuráját, méghozzá, akár hiszed, akár nem, de az 1966-os Batman sorozathoz készült el a figura, ugyanis támadt egy ilyen ötletük, hogy mi lenne akkor, ha behoznának egy, egy női szereplőt is a történetbe, és így került Ivan Craig a főszerepbe, aki 1966 és 67 között nem kevesebb, mint 26 epizódban formálta meg a figurát, aki benne volt a soha le nem vetített pilot epizódjában is a történetnek, méghozzá, ha jól emlékszem, akkor talán vele nyitott volna az eredeti elképzelések alapján. A sorozat viszont nagyon-nagyon kellemes emlék szerintem mindenki számára, aki látta a Batman, anima Batman sorozatot, a 66-os verzióját, és mindenféleképpen egy elég örömteli dolog szerintem az, hogy végre valahára Batgirl visszatérhet a vászonhoz. Már szó kicsiről, vagy épp nagyról. Hiszen ez a figura igazából úgy, ahogy mi ismerjük, vagy legalábbis annak, ahhoz a legközelebb élőszereplőként jelent meg előttünk, tehát megérdemli azt, hogy így bő, nem is tudom, 50 év után, talán, talán most már jóval több, mint 50 év után visszatérjen abba a szerepkörbe, és ismételten olyan figurának láthassuk, mint amilyen. De nem akarok senkit sem mutatni különösebben egyébként a történelmi dolgokkal. Azt érdemes még tudni, hogy ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy 1967-től nagyjából úgy 1988-ig volt Barbara Gordon Bad Girl szerepében, majd pedig 1988-ban a figura úgy döntött, hogy visszavonul, ez pedig nem is akárhol tette meg, mint a Bad Girl Specialben, amikor, amit Barbara Kessel írt. Ekkor ugye úgy dönt, hogy búcsút ennek az egész bűnültözés elleni háborújnak, és civil életet kezd. Igen, nem? ez egész jól ment egészen addig a pillanatig, amíg Ellen Moore meg nem írta a gyilkos tréfa című általunk is nagyon-nagyon jól ismert történetet, amelyben a Joker hát tulajdonképpen lelövi a karaktert. Innentől kezdve pedig egy nagyon-nagyon érdekes és kicsit nehézkesebb folyamat folyamatot követően végül Kimi szerkesztő és John Ostrander alkották meg 1989. januárjában orákulum figuráját, aki a Suicide Squad 23. lap számában jelent meg először a képregények hasábjain, és innentől kezdve Barbara Gordon betöltötte azt a szerepkört, hogy ő egy olyan információs broker lett, aki egy technikai zseni. És valahogy így ismerjük mi ma Ugyanakkor mindez csupán a kezdete volt, és talán a legizgalmasabb uh, szakasza Badgör történelmének, hiszen ami ezután következik, az már eléggé magától érthető dolog. Majd pedig 1999-ben a No Man's Land című történet Helena Bertinelli vett át a karaktert, akit mi úgy is ismerünk, mint Huntress. Vadásznő talán a magyar címe, hogyha jól emlékszem, a címe, neve a karakternek, és ő viszont nem maradt túl sokáig ebben a szerepkörben, egészen pontosan csak addig maradt, amíg le nem bukott Batman előtt, aztán passzolt és gyorsan tovább. Kelly Paket, illetve Damian Scott megalkották Cassandra Kane figuráját, aki talán a második legismertebb Batgirl. Ő pedig David Kane a bérgyilkos és Lady Shivának a szerelem gyereke, aki Batman és Orákulum felügyelete alatt igyekezett betölteni ezt a szerepkört a 2000-es évek elején, majd pedig, ha jól nem hiszem, akkor ez a történetszál egészen 2006-ig futott, tehát nagyjából 2000-től 2006-ig volt Cassandra Cain Batgirl szerepében látható. Az ő szerepét 2009-ben vette át egy újabb figura, Stephanie Brown, akinek a neve nekem nem sokat mond, de vannak, akik úgy ismerik őt, mint spoiler, vagy egy későbbi Robin. Neki volt egy saját sorozat a 2009 és 2011 között, amelyet Brian Kuhmiller Miller írt, és um, utána jött a New 52, ugye 2011-ben, és ekkor Gail Simon visszahozta Barbara gordon aki minden idők legnépszerűbb Bad girl -e, és mindjárt kitérek arra, hogy miért is? túl az egyértelmű természetesen. Barbara Gordon rettentő sok mindent képvisel eddigi karrierje során, hiszen ő tulajdonképpen egy olyan feminim modellként is áll az olvasók előtt, illetve a képregényi rajongók előtt, másrészt pedig ő kiállt a könyvtárosok mellett is, tulajdonképpen ő az egyetlen, talán az egyetlen a karakter, és az egyetlen, aki nekem eszembe jut, akinek valamilyen köze volt a könyvtárakhoz. És uh, valami szinten népszerűsítette azt a helyet is, vagy, vagy csak úgy amolyan utolsó bástyaként igyekezett megőrizni annak a szerepkörét, amit, amit én nagyon-nagyon élveztem benne. Illetve ezen kívül ne felejtjük el azt az időszakot sem, amikor Barbara Gordon része volt a Batman mitológiának, mint sérült, mint mozgássérült, illetve orákulumként, alapból mozgássérültként volt részes a történetnek, tehát még azt a réteget is igazából neki sikerült megérinteni, úgyhogy Barbara Gordon azért is nagyon izgalmas karakter, mert ő négy réteghez tudott szólni egyszerre, és igazából szerintem az ő aktuálitása aztán soha nem fog elmúlni. Én is nagyon bízom benne, mert én nagyon-nagyon szeretem Barbara Gordon-t. Iszonyatosan jó humorú karakternek tartom, iszonyatosan sok rétű, nagyon-nagyon intelligens figura. Nagyon szórakoztató tud lenni, hogyha arra van szüksége, és ami nekem nagyon tetszik, hogy a kemény külső, kemény külső alatt azért ott meglapul egy érzékeny belső. Tehát azért ő is vágyik a szerelemre, illetve ő is igyekszik ha nem is hajszolni az, de, de szinten, főleg most a hoplárszonos futás alatt azért nem feltétlenül rohan a másik irányba. Ami nagyon-nagyon mulatságos volt, hiszen az eddigi szerelmei az elmúlt egy évben nem igazán tűnnek nekem úgy, mint akik nagyon-nagyon sikeresek lettek volna, hiszen elég csak belegondolom, hogy kikkel is jött össze. Most például ugye a pingvin fiával próbálkozik valamilyen kapcsolatot kialakítani, talán talán lehet ezt így fogalmazni. Igen, de, de ez most ugye a Burnside oldala, tehát ez, ez a, inkább az a romantikusabb verziója a figurának. A Gail futás alatt nem ez volt annyira jellemző, hanem ott, ott valami egészen más volt, ott a komolyságból, a mélységbe mentünk bele abba, hogy mekkora traumákat is, vagy milyen traumát jelentett a számára az, amikor tolószékbe volt, ez volt kötve a karakter, és hogy utána mit is jelent az, hogy újra tud állni, és újra visszamegye a bűnöldöző élet módba, és újra bad -körlé válik, hiszen az első történetszálban tökéletesen jól ki tudja dolgozni az első hat New füzet alatt azokat a történeteket, amiket el akartak mesélni, illetve amiket értelmes volt elmesélni a karakterrel kapcsolatban, hiszen rettentő szinten mély volt minden. Az, ahogy hogy megközelített ezt a témát, arról nem is beszélve, hogy ugye ott van neki az, hogy ez az első küldetése, amikor ő visszamegy mint teljesen épp egészséges ember, de még mindig nem százszázalékos És utána milyen nehézségekkel kell megküzdeni, és utána kiderül az is, hogy neki meg kellett volna halnia. Majd pedig az első fő pedig azon van, hogy újra végezzen a karakterrel, pontosabban végezzen a karakterrel úgy, ahogy neki meg kellett volna halnia abban a hibában, amiben nem halt meg, ugye az első küldetése során. És ezért ezek a kontrasztok is, amiket így belevontak a történetbe, illetve vannak a figurának és a háttere, és az, hogy mindezek mellett mennyi idejük van foglalkozni azzal, hogy Barbara Gordon megpróbáljon kialakítani egy teljesen hétköznapi életet. Az, szerintem lenyűgöző. Ez volt egyébként az egyik olyan dolog, amit én nagyon-nagyon élveztem az idei Bad Girl amelyben pontosan azzal a barátnőjével Ö, találkozott, aki Neil is megmondta azt, hogy neki benne kell lenni a filmben, különben Josh, hát valószínűleg fejét fogja veszteni. És ezzel maximálisan egyet tudok érteni, hiszen az első pillanat óta, hogy megjelent ez a figura, szerintem én nagyon-nagyon szimpatizáltam vele, illetve nagyon-nagyon jó érzés őt Barbara közelében tudni, hiszen bár nem tudja azt, hogy ő bet de mégis olyan érzések áradnak az olvasók felé ennek köszönhetően, amelyek, amelyek szerintem nagyon, nagyon egyediek. Amik nagyon azt mutatják, hogy Barbarának igenis lehet kialakítani egy normális életet, lehet hétköznapi élete, lehetnek barátai. És, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett benne, nagyon-nagyon fontos volt, és talán, talán ez lehet az, hogy Barbara sokkal érdekesebb figura számomra, mint mondjuk Bruce Wayne. Bruce Wayne mindenki nagyon jól ismeri, ő ugye ez a milliomos playboy, meg mit tudom én, de ő iszonyatosan unalmas figurát, Tehát az, hogy egyszer-egyszer elmegy egy, 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 mit tudom én, estére, vagy megjelenik ott egy időre, aztán utána eltűnik egy pillanat alatt, hogy bebúj, a denevérgúnyájába, ez engem nem, nem tud érdekelni. Bruce wayne én nem tartom különösebben én izgalmas figurának. Akármennyire is imádom Snydernek az írásait vele kapcsolatban, akármennyire is jól mutatja be a karaktert, Bruce Wayne nem látjuk a Batman történetekben legalábbis én nem láttam már nagyon-nagyon régóta Bruce Wayne-t egy Bat Batman történetben sem. batman látok Batman történetekben, és ez tök jó, mert mind Batman funkcionál a figura, csak az a baj, neki van egy alter egoja, ez a Bruce Wayne, akiről szeretnek elfeledkezni, mert nem, vagy nem tudnak mit kezdeni vele, vagy nem tartják elég érdekesnek. Mert nagyon köszinték, ő nem érdekes. Ellenben Barbara Gordon nagyon is az. Ő tipikusan az a figura, aki be hogyha az ember elolvas egy történetet vele, akkor azonnal beleszeret. szeret. Tök hogy a New 52-s időszakból, vagy a burside történetekből ö, olvas bele az ember, vagy csap fel egy kötetet, mert akkor is el fogja kapni Barbarának az ereje. Még akkor is elkapja, hogyha egy régebbi történetet olvas fel. Vagy hogyha mondjuk a rebirth írában kezdi el. Barbara Gordonnak az olvasását. Nálam nagyon érdekes módon talán a második vagy a harmadik helyi környékén mozog, mint a legnépszerűbb vagy legkedveltebb karakter valahol ott Harley Quinn és csoda nő között, vagy mellett, vagy mögött, nem tudom. De, de mindenféleképpen én ebben a Szent Triumvirátusban emlegetem, mint a harmadik legjobb DC női karakter hiszen egy rendkívül izgalmas figuráról van szó, és emiatt is nagyon-nagyon örülök, hogy saját filmet kaphat, mert végre lehetősége lesz, és Josh Whedon kezében én biztosan is veszem, hogy meg is fogjuk látni azt, hogy Barbara Gordon miért érdemli meg ezt a filmet. Hogy neki miért van igenis létjogosultsága 2018-2019-20 környékén a nagy vásznon. Úgyhogy én is iszonyatosan izgatott vagyok pontosan emiatt hogy vajon mit fognak tudni kihozni belőle. De most beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért Josh Whedon az, akit én, élve szerintem remélem az egész világ a legalkalmasabbnak talál arra, hogy elmeséli ezt a történetet. Noha Twitteren azért Gelszámon bejelentette, hogy azért igazából a gyerekek én is meg tudtam volna írni ezt a filmet, és mondjuk Lexi Alexander pedig vette volna a filmet, és utána Lexi azt mondta neki, hogy igazából ez kellene, hogy Josh megcsinálja az ő filmét, és mi megcsináljuk a mi verziónkat Batgirlből. Mert Gél Simonnál jobban szerintem nagyon kevesen ismerik a figurát, illetve nagyon-nagyon kevesen vannak olyanok, akik, akik úgy tudnak bánni vele, mint ő, akik Igazából Gél Simon egy iszonyatosan zseniális híró. Az ő történetei egyszerűen fantasztikusak. Tök mindegy, hogy horrorhoz nyúl, tök mindegy, ahhoz, tök mindegy, hogy komoly történethez nyúl, ő egyszerűen egy roppant izgalmas. Írónő nagyon-nagyon jók a történetei, nagyon-nagyon jók a karakterei, odafigyel rájuk, törődik velük, babusgatja őket, és nem fél kitenni őket a legnagyobb veszélyeknek sem. És pontosan ez az az, az aspektus, ami szerintem a New időszakban nagyon jól lett kihangsúlyozva, hiszen azért mégis egy ilyen 80-as évek végi bad girl kaliberű figurát kaptunk GSI-ban történeteiben. Josh Fidan, miért ő a legalkalmasabb? Nos, ez egy nagyon egyszerű kérdés a számomra, ő alkotta meg buffy Kész, ennyi meg ő teremtette meg az egész bosszú angyalai franchise-t. Szóval innentől kezdve miről beszélünk? Tehát miért kell kérdezni azt, hogy miért gyors Ő a legalkalmasabb. Ő az egyetlen férfi Hollywoodban, aki képes úgy bánni női karakterekkel, hogy utána az ember fel sem merüljön az, hogy ez egy férfi vagy egy női karakter, hanem azt látja, hogy ez egy zseniálisan jól kidolgozott karakter. Az ő történeteiben a figurák, az összes figurának van karakteríve. Bejárnak egyfajta útvonalat, hogy elindulnak A pontból, és eljutnak valahova. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Ez az, amit a DC filmekben bár igyekeznek valami szinten beletenni, nem érzem annyira ö, funkcionalitását, vagy nem érzem azt, hogy annyira jól ki lenne ez a része a dolgozva. Sokkal inkább valóságosabb próbálják tenni, ami valahol persze érthető, valahol pedig ilyen, hát köze nincs a fejlődéshez, sem pedig karakterábrázoláshoz, vagy ilyesmihez, de mindegy. Aztán mindez csupán néhány nagyon-nagyon egyszerű indok azért, hogy miért ő a legalkalmasabb arra, hogy ezt a filmet létrehozza. A másik indok azt szerintem legyen akkor az, hogy a boxolnyira itt ő hozta össze, ő volt az, aki addig ütötte, verte ezt a serleget, amíg az kikupálódott, és valami egészen lenyűgöző dolog nem lett belőle. Az, hogy utána mi történik a franchise-zal, az már egy teljesen más kérdés. Abba is si szeretnék feltétlenül belemenni, hogy mi történt előtte a franchise-zal, hiszen hiszen azért az ő szerep az, hogy őt bevonták, az, hogy ő elvállalt, és az, hogy ő megcsinálta, az minden rengeteget tud hozzátenni ahhoz, hogy a Marvel mozi univerzuma ott van ma, ahol. Arról nem is beszélve, ez egyik legünnepeltebb író rendezünk a világon. Legalábbis így a kocka kultúrában mindenféleképpen, az atya úristen. Aztán ott van még nekünk az az indok is, ami mellette szól, hogy 2004-ben, ha jól emlékszem, ő írt egy csodanő filmet, amit a Warner annak idején nem akart elkészíteni, amit minden napig nem tudok megérteni és feldolgozni sem, aztán eszembe jut, hogy 2009-ben volt egy David Kelly próbálkozás az nbc n egy tévésorozatra, csodanővel kapcsolatban, Adriana Paleckivel ugye a főszerepben, amiből nem kértek, holott a pályát egyáltalán nem volt sem katasztrofális, sem pedig igazából egy egész szórakoztató sorozat volt. Az egyetlen probléma szerintem azzal az időzítés volt. Mert nem igazán láttam benne az, hogy a büdzsé olyan nagy probléma lehetne. Jogi problémákat láttam benne, hogy esetleg, hogyha olyan szereplőket szerettek volna behozni. Meg a másik dolog, ami miatt talán jobb, hogy nem készült ez a sorozat, az az, hogy egy kicsit könnyedebb volt. Tehát nem annyira feltétlenül komoly volt. De tényleg az időzítés szerintem a legnagyobb probléma, hiszen ez még a nagy képregény boom előtt volt. Mikor indult a képregény boom? Ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem a körül, amikor a Marvel filmjei, vagy az első bosszú angyalai film a mozikba került, illetve amikor az Ero elindult, az határozottan egy ilyen nagyon-nagyon fontos pont volt öt évvel ezelőtt, azóta nagyon durva elszaporodtak a képregényes tévésorozatok is, hiszen képregényes filmből már nagyon-nagyon régóta kapunk rengeteget. Úgyhogy Josh Whedon igazából a létező legalkalmasabb személy erre a filmre, bár azt nagyon sajnálom, nem ő készíti a csodanőfilmet, filmet, mert szereted volna már csinálni egy csodanő filmet, és szerintem nála alkalmasan nem is létezik rá. Az utolsó dolog, ami miatt szerintem a Josh videón minden idők egyik legjobb választása erre a szerepkörre, az az, hogy Warnernél szerintem teljes szabad kezet fog kapni. Miközben azért bízom annyira, mert neki az volt a problémája már vele, hogy a Disney nagyon-nagyon szorongatta a golyóit, és nagyon-nagyon igyekezett őt terelgetni egy bizonyos irányba, és egy útvonalon, aminek ugye az lett a vége, hogy ő kicsit megunta, és elege lett, és onnan kezdve kiszállt. És ez nagyon jó döntés volt egyébként. Szerintem a DC éppen ezért teljesen szabad kezet biztosít a számára, és hagyják azt, hogy azt csinálja, amit akar. Mert pedig, hogyha Josh Vidont hagyják, hogy azt csinálja, amit akar, akkor ő valami egészen mennyi fog csinálni. Lást, Dollhouse. A sorozat, amelynél a Fox belepofázott az első hat epizódba, tönkrevágták a nézettséget ennek köszönhetően, össze az epizódokat, és egy gyorsnak megmondani azt, hogy hogyan és kell tévésorozatot írni. Egy olyan fickónak, akinek az első két sorozata, az első sorozata megért 7 évadot, a második megért 5 évadot, akinek volt kultikus kedvence, aki rendezett kult mozit, Nekik megpróbálták megmondani azt, hogy hogyan kell tévésorozatot írni. Hát igen. Szóval én ezért bízom abban, hogy a Warner-nél szerintem teljesen szabad kezet fog kapni. A kérdés az az, hogy a casting-nál mekkora kezet fog kapni, vagy mekkora szabadsága lesz, ugyanis ez, a, ez az egész dolog egy másfél-két hónapos történet lehet a Warner és Josh Whedon között, és még nem tudni, hogy ténylegesen hol tart a fejlesztésben a produkció, hogy mikor készülhet el, viszont ugye van ez a plegyka, amelyet nagyon sokat száfolnak, hogy 2019-ben négy Batchelethoz tartozó film is lehetne, az évet, ha jól emlékszem, a Gotham City Sirens nyitná, utána jönne a Nightwing film, utána jönne vagy a Batgirl, vagy a Batman. És valahogy így tevődne össze 2019, ami a 80. évfordulója lenne Batman megszületésének, de erre egy nincsen semmiféle bizonyíték, bár ha az ember logikusan belegondol, minden jel erre utal hiszen a Gotham City Sirens még nem forgatják, már vannak filmek tervezve 2018-ra, 2019 éve 2020 viszont teljesen üres. Ebből kifolyólag én szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy legalább három Batman filmet fogunk kapni. Viszont abban is teljesen biztos vagyok, hogy nem fognak éveken átülni Josh Whedonon azon, hogy milyen legyen ez a Batgirl film, illetve mikor kerüljön a mozikba, úgyhogy részemről szerintem én el tudom képzelni azt, hogy nagyon hamar valamiféle procedúra lesz. Minden esetre abban teljesen biztos vagyok, hogy éjszárnyat hamarosan el fogják kezdeni keresni. Ami azt jelenti, hogy szerintem Batgirl benne lesz az éjszány filmben. Viszont. És akkor most elérkeztünk a legizgalmasabb részéhez ezen, a mai beszélgetésnek vagy adásnak, ez pedig a casting. Hogyan castingolsz Batgirl-t? Nos, ez nagyon-nagyon nehéz feladat, de nagyon-nagyon jó feladat is. Nekem van egy listám, amelyről válogatok, mondok néhány nevet. Néhány héttel ezelőtt egyébként YouTube-on csináltam ezt a, az öt legvalószínűbb, vagy az általam leginkább kedvelt színésznőt, akit szívesen látnék ebben a szerepkörben, című történetet. Nem tudom, ha még nem látod, akkor mindenféleképpen nézd meg. Uh, ki legyen Bad Girl a címe? A videónak, ha jól, jól emlékszem, szóval a gyilkos tréfában Bad Girl, illetve Barbara Gordon nagyjából úgy 19 éves lehet túlnán. Három évig volt a székben, utána, és ha jól emlékszem, akkor talán még egy év telt el, miután ő kikelt a tolószékből, és elkezdett újra visszamenni az utcára. Tehát, ha jól számolom Satsperkábi alapon, a figura olyan 23 és 26 év között lehet. Ami leszűkíti a kört valamilyen szinten nem nagyon, de egy kicsit talán leszűkíti a kört, és felveti a kérdés, hogy mikor is lehet a bemutató, mert hogyha neki 2018-ban meg kell jelennie, és már akkor aktív, akkor ugye azt is feltételezhetnénk róla, hogy az ő figurája igenis fiatal karakter, tehát nem, semmiféleképpen sem lehet több 25-nél, ami azt jelenti, hogy 2010 mi 2019-ben jelenne meg ugye a nagyvásznon, tehát leg, Később vagy legkorábbi születés az olyan nagyjából 94-5 táikán lehet shots per kb. alapon. Tehát annál, annál fiatalabb színésznő szerintem nem lesz. Emiatt is biztosra veszem azt, hogy nem lesz például Bellatorn, aki a Dubban, illetve az Indulari szában játszott, mert ő 1997-es. Barbara Gordon egyébként nagyjából 2472-3 lapszámban jelent meg eddig is, 170 centi magas. Ami viszont jó hír lehet az az, hogy Molly C. Queen lehet, aki ugye mi a Castle lányaként ismerünk, és aki szinkronizált a supergirl a Superman elszabadulban. Nagyon érdekes választás lenne mondjuk Rachel Hurdwood is, aki a klisében játszott, a londoni színésznő 1990-es születésű, az egyetlen probléma vele kapcsolatban az az, hogy ő nem feltétlenül szeretne színésznői karriert tehát neki, neki inkább a különleges igényű gyerekekkel szeretne foglalkozni, amiért én sokkal jobban tudom, hogy tisztelni, és emiatt is lenne iszonyatosan zseniális húzás, hogyha mégis megszereznék bedgirl lesz. Igen, azt egyébként elfelejtettem az előbb említeni, hogy számomra a legfontosabb bedgirl tulajdonság az az, hogy vörös, ha legyen. Olyan, akinek jól áll a vörös, vagy inkább eredeti vörös és olyan színészek, akik marvel univerzumban vannak, nem is jöttek nálam szóba. Nem úgy, mint mondjuk, talán aki, akit én nagyon-nagyon szeretnék, de nem fog megtörténni, az Alexandra Breckenridge, aki 82 születésű, a Rolling szólban ban játszott a Sofita az évad utolsó pár epizódjában, tökéletes választás lenne. Bár nem vörös. Aztán ott van nekünk két mara, aki a Fantasztikus négyesben játszott. 1983-as születésű, tehát ő is talán egy kicsit túl idős, de még mindig nagyon fiatalnak néz ki. Tehát én még mindig el tudom hinni azt, hogy ő 30 alatti figura. Úgyhogy ez a kérdés, hogy a 20-as éveinek közepe, második felében szerepel a figura, mert két mara viszont tökéletes színésznő lenne. Ráadásul szerintem gyorsan ismerik is egymást, úgyhogy igazából miért ne? De! Az egyik leg, legjobb választás szerepre talán Holland Rodan lenne, aki 1986-os születésű, tehát már ő is 30-as éveiben jár, mire a filmforgatásról kerülne. A Farkasbőrben című sorozatban játszott, viszont eszméletlenül gyönyörű tekintete van, és iszonyatosan jó választásnak érzem. Vagy ott van nekünk még Elena Satins is, aki egy 1987-es születésű orosz szépség, szintén brutális vörös, aki olyan filmekben szerepelt, mint például a Twin Peaks, csak hogy egyet mondjak most, illetve a Bosszú című sorozatban 2014 és 2015 között, ezeken kívül pedig jó néhány filmben is felbukkant az utóbbi években, iszonyatosan durván hatásosan erős vörös, úgyhogy mindenféleképpen egy izgalmas választást lehetne a szerepre. Sokan vannak olyanok egyébként, akik azt szeretnék, hogyha mondjuk a 85 születésű Anna Kendrick vagy a 91 születésű Emma Roberts játszana a szerepet. A dolog egyetlen szépség az az, hogy mind a ketten nagyjából 157 centi körül mozognak. Az egyik túl fiatal, a másik talán túl idős a szerephez, vagy talán mind a ketten túl idősek a szerephez, ezt nem tudom. Viszont Emma Roberts mindenféleképpen, vagy a szempontból brutális húzás lenne, talán a legkézenfekvőbb, talán nála csak Emma Stone lenne még kézenfekvő választás. Aztán ugye Josh Vidőről van szó, nem szabad megfeledkezni a videó tagjairól sem, úgyhogy nálam Summer Clown neve is így felmerült, aki 1981-es születésű, és pár évvel ezelőtt a zöld diásznak nem kevesebb, mint 8 -e bizottjában láthattuk. Szóval van dísz is kötődés is, úgyhogy ki tudja. Aztán ott van nekünk még az 1987-es születésű, nagyjából 168 centis Rose Leslie, aki megint csak egy gyönyörű skót hölgy, tehát már önmagában a skótságában benne van szerintem minden. Jelenleg a Good Fight című CBS-es, CBS, CBS All Access sorozatban játszik. Nagyon-nagyon jó választás, vele ki tudnék egyezni teljes mértékben. Én megmondom, hogy szintén Chloe Grace Moretz-et nem igazán tartom valószínűleg. Egyrészt, mert 163 cm körül mozog, másrészt pedig 97-es születésű, tehát akár amikor is mutatják be ezt a filmet, szerintem ő túl fiatal lesz még a szerepre persze, ez csak egy feltételezés. Az én választásom, akit, akit én nagyon-nagyon szeretnék, az Zoe Dutch. Tökéletes. Minden szinten tökéletes. Egyrészt 163 centi, oké, okay. ezen a téren elbukik nyilván. De 1994-es születésű, ami nekem igazából hátráltató tényezővel kapcsolatban az az, hogy nekem ő inkább a Burside Bad Girl sem, mint az az igazi Bad Girl, akit mi ebben a filmben fogunk látni. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz, hogy vajon milyen megvalósításban, vagy mennyire számítana ő mondjuk túl fiatalnak. A szerephez, már pedig szerintem eléggé. elég tökéletes választás lenne. Bár nem szerepelt még ilyen filmekben, viszont független filmekben azért bizonyított színészi képessége meg van hozzá. Az, hogy mennyire jó harcos, azt nem tudom. Most nyilván egy Tim Wolfos szereplővel szemben valami kevés az esélye, hiszen ők azért elég sokat harcoltak meg minden, úgyhogy... Hát igen, na, szóval ők lennének nálam az álom jelöltek, nyilván senki nem fogja megkapni a szerepet. Részben azért, mert ez most nem tudom, hogy mennyire számít legykának, nem tudom mennyire számít feltételezésnek, de például a Hundred-ból Raven karaktere, épp azt mondta. Uh nem sokkal a bejelentés előtt, hogy valami nagyon-nagyon jó szerepet kapott meg. Aztán utána pedig retvittelte azt a hírt, hogy Josh Whedon készít egy Bad Girl filmet, és ebből nagyon sokan azt feltételezik, hogy lehet, hogy Raven a 100-ból lesz majd Bad Girl, illetve ő kapta meg a szerepet. Nem tudjuk. Nem tudjuk, nem tudjuk, mint hogy azt sem tudjuk, hogy vannak-e tervek arra, hogyha ő bármilyen DC szereplő lenne, aminek egyébként értelme lenne, mert a Hundred, ha jól emlékszem, a Warner-es produkció, tehát stúdium, tehát házon belül van és azért a handrip nem forgatnak annyit, hogy ne férjen bele. Meg mire oda jutnának, már a valószínűleg vége is lesz, hiszen az 6 év a sorozatra tervezik. A negyedik évadában járunk most, szóval ki tudja, ki tudja. Nem vagyok matek zseni, ezt azért hozzátenném. de őt tartják sokan az egyik legesélyesebbnek. Valószínűleg egyikük sem lesz nyilván, hiszen kábelnél sem találtuk el azt, hogy ki lehet. A hit története. Rendben. Szóval, képregényekről szeretnék ma beszélni. Remélem, nem akartok elmenni már is. Tudom, nagyon közel vagyunk az egy órához, de megpróbálom rövidre fogni a dolgot. Um, az első dolog az Superman Reborn. Egyszerűen zseniális történet volt. Ez volt a DC Rebirth időszakának az első igazi crossoveres eseménysorozata, amely lázba hozott. Ez volt az első olyan, egyébként ez volt az első eseménysorozat is, amely egyébként megnyitotta az utat a következőknek, mert ugye most április közepén indul majd a Button, azaz a Gomb című történet, amely a Batman és a Flash között lesz crossoveres, majd pedig májusban jön egy crossover a Titans, illetve Deathstroke között, ami nagyon sokban hasonlít majd ahhoz az animációs filmhez, amiről mi majd beszélni fogunk, ami egy klasszikus 84-es képregény alapszik, de nem menjünk ennyire előre. Szóval, Superman nekem amúgy is az egyik kedvenc címem az összes létező elérhetőség közül a DC palettájáról. Iszonyatosan jó az a sztori, amit Peter G. Thomaszi alkot, iszonyatosan jól bánik a karaktereivel. Nagyon-nagyon jók a figurái, nagyon-nagyon szerethetőek. Igazi, élvezetes kikapcsolódás a Superman. Nagyon érdekes volt, mert például, amikor bejött, befordultunk a célegyenesbe, akkor pont egy ilyen tölteréktörténetet történetet kaptunk, amiben, ami John-centrikus volt, és egy amúgyan klasszikus horrorok világát igyekezett felidézni, ami persze elsőre csak egy ilyen mezei, egyszerű jó szórakozásnak tűnik, viszont a Batman 20. számát követően az ember elgondolkozik azon, hogy hát nem biztos, hogy ez annyira egyszerű szórakozás volt, mint amennyire mi ezt annak hittük, hanem sokkal több minden volt elrejtve benne, ami simán lehetséges. Az egész történet a Batman, a Superman 18. számában indított, majd az Action Comics 975. számában folytatódott, hogy aztán egy igazi katarzis ahhoz érkezzen a Batman, a Superman 19. számában, majd pedig az Action Comics 976. számában mindezt uh, le is zárják, és uh, igazából mind az ellenfél, mind a történet, mind pedig ahogy átéltük ezeket az eseményeket, azok nagyon durvák voltak. Én igazából mind a mai napig nem tudom feldolgozni őket, tehát tényleg iszonyatosan jó volt. Nagyon-nagyon élveztem azt, ahogy Tomászi, illetve Jürgens elénk ezt az ellenséget. Tetszett a stílus, bár nem minden esetben voltam feltétlenül elégedett vele. Nagyon, nagyon durván jó volt. Igazából rengeteg olyan pillanata volt ennek a történetnek, amely Hát ha nem is feltétlenül megkönnyezi az ember, de mindenféleképpen olyan pillanat, amely után igazából nagyon-nagyon nehezünkre esik bármit is gondolni, vagy épp mondani arról, hogy mi is történt. Tehát például, amikor John eltűnik ugye a Superman 18. számában, azt feldolgozni nekem iszontosan nehéz volt. Részben azért, mert Patty nak a rajzai egyszerűen ott fantasztikusak voltak. Nem, mint hogyha addig nem lettek volna, de ott tényleg nagyon fantasztikusak voltak. Arról nem is beszélve, hogy az egész Superman 18. lapszáma úgy indít, hogy ott vagyunk egy tök jó, csodálatos családi pillanatban, ha jól emlékszem, akkor pont Lewisnak és Clarknak az évfordulóján, amikor is John ajándékokat ad nekik, és egyszer csak valaki becsöginget az ajtón, vagy bekopog az ajtón, és ott a ház előtt, az ajtó előtt egy füzetet, egy fotóalbumot. Amit John bevisz, utána pedig egyből leesik nekik, hogy ez a másik Clark volt, aki ott nekik ezt a dolgot, ugyanis létezik egy másik Clark is ebben a világban. Viszont nem tudjuk azt, hogy ki is ez a másik Clark, és ez volt az, amiben az Action Comics előrébb járt, hiszen ők foglalkoztak inkább ennek a másik Clark-ennek a történetével, ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom. Míg a Superman az, az sokkal inkább másabb és izgalmasabb témákat, izgalmasabb az időző történeteket igyekezett feldolgozni, nagyon-nagyon jól tette mindezt. Szóval igazából minden nagyon-nagyon jól volt kidolgozva. Minden úgy volt, felépítve, hogy, hogy az ember igazi katalizisba kerüljön, és amikor John eltűnik a szemünk láttára, és ott van Superman kezeiben, és ő tehetetlen, az valami egészen elképesztő volt. Majd jött a Superman 975. száma, amely igazából arról szólt, hogy elkezdi Lois és Clark keresni john -t. Megpróbálják megkeresni ezt a másik superman megpróbálják kideríteni azt, hogy ki is lehet az, és a második lapszámban Dan Jürgens rögtön le is leplezte azt, hogy ki is az ellenség, hogy kivel is van dolgunk. Tehát ez itt már önmagában felvetett a kérdés, hogy nem túl korai egy kicsit? Nem, egyáltalán nem. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó húzás volt a részükről. Nagyon jól bántak a figurával, és imádtam azokat az oldalakat, amikor Supermannek találgatnia kellett arról, hogy ki is az ellenfele. Mert azokat egyszerűen szerintem fantasztikusan voltak megrajzolva, de fantasztikusan voltak kidolgozva azok az oldalak, hiszen azok a morzsák, amiket folyamatosan az során elejtettek nekünk, azok mind oda vezettek, ahol mi kikötöttünk, és mind olyan dolgokat igyekeztek megmutatni, amelyek után az ember igazából nagyon erőteljesen elkezd azon gondolkodni, hogy mit is látunk, éve, mit tapasztaltunk meg. Szóval nagyon-nagyon durván izgalmas volt ez az egész történetszál. Plusz ugye ez volt a 975. action comic szám, ami azt is jelentette, hogy kaptunk egy bónusz történetet. Bevallom, amikor először olvastam, akkor nekem a bónusz történet Paul dini től sokkal, de sokkal jobban tetszett, mint Benjürgensznek a története. Részben azért, mert szerintem Poldini extra történetéből mi sokkal, de sokkal több információt kaptunk arról, hogy miért is csinálja azt, amit csinál, és sokkal, sokkal jobb volt abból a szempontból is, hogy milyen morzsákat ejtett el a számunkra. Tehát én nagyon-nagyon élveztem ezeket a megközelítéseit, és nagyon-nagyon szerettem ezt az aspektusát az egész történetnek. Aztán ott van nekünk a másik nagyon-nagyon um, jó folytatás, ez ugye a Superman 19. száma volt, amelyben, most nem tudom, spoilerezhetek? Tehát kimondhatom azt, hogy kivel is volt Supermannek dolog, vagy nem szeretné tudni, mert így ez egy kicsit nehéz körül de megpróbálom, oké. Szóval egy klasszikus ellenféről van szó, akit mi egészen mostanáig nem tudtunk komolyan venni. Most viszont nekem az volt a benyomásom vele kapcsolatban, hogy simán megérhet egy élőképes, tehát egy mozi verzióra. Tehát ezt a szeretném látni a filmvászlon. Ha, már nincs Superman tévében jelenleg. Sőt, 2011 óta nincs tévében, úgyhogy kérem vissza a Supermanemet! És nem csak a Supergirl egy-egy epizódjába. Pláne nem Tyler Hawkingtől. Nem Oké, okay. szóval ez egy nagyon-nagyon izgalmas történet volt, abból a szempontból, hogy nagyon érdekes betekintést nyújtott abba, hogy mennyire bizaris ez az egész szituáció, mennyire, hogy elhintette morrait annak, hogy egy sokkal veszélyesebb, sokkal komolyabb ellenfélel van dolgunk, mint az a bizonyos valaki, akivel Supermannek ebben a történetben meg kellett küzdenie. Szóval ez egy igazi csúcspontja volt szerintem ennek az egész történetnek, részben azért, mert ahogy Tomaszi vezeti az olvasót végig a történeteken. Részben pedig azért, ami tört ebben az epizódban, azok mind oda vezettek, hogy ez egy mocskosul, mocskosul jól kidolgozott történet volt, ami igazi katarzishoz érkezett, majd pedig eljutottunk addig a pontig, hogy jött ugyebár a nagy-nagy finálé, az Action Comics 976. számában, ami még több kérdést tett fel, mint amennyit megválaszolt, de azért szép számmal válaszolt meg. Kérdéseket, illetve szerintem valami szinten közelebb jutottunk ahhoz, hogy mi is állhat DC Rebirth eseményén a hátterében. De ez csak feltételezés természetesen. Amit én még nagyon-nagyon éreztem, az az, hogy utána elolvastam a Supermannek a 19. számát, hiszen ez jelent meg múlt héten. És iszonyatosan jó szám volt, iszonyatosan jó volt, ahogy próbálkozott az utóhatásaival foglalkozni. Azt a részt nem feltétlenül szeretem, amikor Batman és Damien felbukkantak, és Batman elkezdődik, hogy valami gond van a fiatal, mert hogyha jók a számításaim, akkor neki most már sokkal fejlettebbnek és erősebbnek kellene lennie, mint amilyen te vagy. És akkor ott nézek rá, és mondom, basszus kus, neked most komoly mi bajod van? És um, imádtam azokat az oldalakat, meg azokat a paneleket amelyekben uh, Damien és... Uh, John együtt voltak, illetve azokat a jeleneteket, amiket mindenki együtt volt, mint egy nagy család. És imádtam azt, hogy Lois olyan igazi, már viselkedett ezekben a jelenetekben, és mind Superman, mind pedig Batman meghunyászkodott tulajdonképpen előttük. Ez annyira, annyira jó érzés volt ilyet látni képregényekben, úgyhogy, úgyhogy nekem ez mindenféleképpen egy ilyen nagyon-nagyon nagy szívem csúcske volt. Aztán elérkeztünk ezen a héten a Superman, az Action Comics 977. számához. Ami azért volt nagyon izgalmas, mert végre valahára felfedte előttünk Superman eredett történetét. <laughs> Oké, okay, ez volt az egyik, ez volt az egyik része, ez volt az igazán izgalmas része. A másik nagyon-nagyon izgalmas része az az, hogy láttuk Clark Kentet a déli Planetnél, láttuk Perry white és Lois Lane-t a déli Planetnél. Ugye ez egy iszonyatosan izgalmas történet volt, én nagyon-nagyon szerettem, és érdekesnek is tartottam azt, hogy felfeded bizonyos eseményeket, Supermannek a múltjából élvező eredet történetét elmesélte, ugye ez a Krypton pusztulása című történet, amelyről egy nagyon érdekes és izgalmas interaktív um, az emlékeiből kinyert Hát én nem tudom, kivetülés, vagy virtuális valóságot megteremtettek körülötte, és közben részese volt az eseményeknek, meg mit tudom én. Szóval nagyon-nagyon izgalmas történet volt. Nagyon-nagyon jó volt kidolgozva, és nekem bár akadtak félelmeim, de számomra engem jobban aggaszt az, amit a Superman 19. számában kaptunk, mert ott sokkal több a kérdés, vagy a kétség. Bár azért tegyük hozzá, hogy az a történetszer, amit elkezdtek az Action Comics-ban, ahol ugye, bár az a történet, amit elkezdtek az Action Comics-ban, az mindenféleképpen olyan, amit nekem tudni olvasnom kell, mert egyszerűen Egyszerűen a potenciál benne durván hatalmas. Az már más kérdés, hogy Dan Jürgensz, mennyire jó író. Én nem tartom őt annyira jónak, mint mondjuk Peter G. Thomas-t, de nyilván annyira nem is ismerem. Az ő munkáját, mint mondjuk Tomaszét, akit most már jó ideje követek, akinek most már tényleg nagyon nagy nevek voltak. Mondjuk persze az Erdőn Jürgens is már a 90-es évek óta ér Superman történeteket, szóval azért ő sem teljesen kezdő. Na mindegy, ennyit akartam erről, lássuk, hogy milyen is volt az új Tiréti Tánok film. Oké, ez is egy olyan történet amiről már meséltem YouTube csatornámon. Ezt mindenféleképpen érdemes lesz felkeresni. Téni Titánok, a Júdás szerződés talán a magyar címe. Megpróbáltam nagyon röviden összehasonlítani a képregényt és a filmet, mert vannak olyan elemei a történetnek, amely nekem jobban tetszett a képregényben, és vannak olyan részei, amelyek jobban tetszettek, vagy jobban voltak kidolgozva a filmben. És a kettő együtt pedig egy egészen komplex élményt ad, sokkal jobban megértjük a történetet. Oké, okay, miről is szólt a Judás szerződés? A Judás szerződés arról szól, hogy van köztük egy áruló, aki már nagyon-nagyon régóta csapat részét képezi, akiben megbíznak, és ő szövetkezik egy konosszal, aki le, akarja, le akar számolni a Trinitánokkal. És tulajdonképpen ennek a történetnek a feldolgozása volt a legújabb Judás szerződés című történet, melyben bár a csapat zöme ugyanaz, mint a képregényben, az eredeti történetben ott például Cyborg szerepel, viszont a filmben őt helyettesíti, lehet így mondani, kék bogár, illetve volt egy másik szereplő, aki szintén a képregényben szerepelt, az ő helyére pedig Damien érkezett. Ami szerintem egyszerűen fantasztikusan oldották meg, illetve bizonyos dolgokban eltértek a képregényhez képest, viszont Megőrizték annak a mondani valóját, illetve annak az eszenciáját, azoknak a jeleneteknek, amelyeket ennek köszönhetően sikerült beültetniük a sorozatba, a filmbe. És ezek voltak azok a dolgok, amelyek miatt szerintem a Judás kontrakt filmben jobban működött, talán, mint képregényben. Képregényben megmondom őszintén, nekem akkor tudott volna működni olyan szinten, mint amekkora szinten 1984-ben működött, hogyha. Olvastam volna előtte azt a 12-24 történetet, hogy jobban megkedveljem ezt a karaktert, aki az áruló lesz, hogy jobban egy kicsit a részésévé váljak a történetnek, mert így egy kicsit ilyen nagyon-nagyon kapkodós volt. Ráadásul a képregénynek az egyik legnagyobb problémája szerintem az volt, hogy rögtön az első lapszámban minden kétséget kizáróan megmutatta hogy ki is ez a karakter, aki ebből az áruló lesz. Ez nekem meg effektíven nem igazán tetszett, mert a, a, amit a film jobban csinált, az az, hogy egy kis ideig uh, kétkedni hagyta a nézőt. És szerintem ez a, ez a legnagyobb különbség a két médiumbeli megjelenése között ennek a történetnek. Illetve akadnak még egyéb eltérések is a két történet között, amik viszont talán annyira nem dominánsak, vagy nem annyira fontosak. Nekem talán a képregényből egyébként a második történet volt a kedvencem amiben ugye, amiben önmagában magáról az a zárulásról van szó, és Dick próbálja megkeresni és összerakni azt, hogy mi történt a csapatának a tagjaival, ami szerintem egy fantasztikus szegmens volt a képregényben, és az, ahogy azok a dolgok, amiket ő keresztül ment, illetve az, ahogy próbálkozott megkeresni őket, és minden egyéb, azt szerintem zseniálisan dolgozták ki. És valahogy így jutottunk el arra a pontra, hogy a filmben ugyanezt a szegmens tökéletesen jól tudták megvalósítani, és... Igazából talán a filmnek is az egyik kedvenc pillanata volt az, amikor elkezdjük őket keresgélni. Aztán, ami még nagyon brutális volt az eredeti 84-es képregényben, az az, hogy ennek a bizonyos szereplőnek viszonya van azzal a bizonyos főelenséggel, akit nem akarok elárulni, csak azért, mert nem akarom rombolni az élményt, abban az esetben, hogyha valaki nem tudne, hogy kiről is van szó. Szóval az eredeti képregényben nekik volt szexuális viszonyuk, ami azért volt nagyon bizarr, mert az egyik figura az egy ilyen középidős személy volt, a másik pedig egy nagyon-nagyon fiatal, kiskorú személy. Szóval nekik viszonyuk volt a filmben, viszont ezt ez valami szinten árnyalni, annyival, hogy itt csak az egyik szereplő szeretett volna valamit a másiktól, még az idősem nem szeretett volna belebonyolódni az élvezet részébe a dolgoknak. Szóval ezt ez szerintem nagyon-nagyon felnőttesen igyekeztek meg kidolgozni. És már mondom, hogy nekem, nekem az egy kicsit már meredek kategória, amit ott a kipregényben csináltak, ez viszont így pont belefér. És nem csak azért, mert az én ízlésem az a PG-13-hoz van mérve, hanem azért is, mert ez szerintem azért mégiscsak egy ízlésesebb. Nem pedig úgy, hogyha pedofiliát igyekeznek ránk tuszkolni. A másik, amit nagyon, nagyon jónak éreztem, az az, hogy Démint eléggé háttérbe szorították ebben a feldolgozásban, míg mondjuk kék bogárosokkal több mindent megtudtunk. Ami, ami szerintem nagyon-nagyon jó volt. Emellett nagyon jól dolgozták ki, Um, Beast Boynak, azaz Gézen igen, mindig elfejtem a nevét, Gézengúznak és Tarának a kapcsolatát, ami szerintem egyszerűen mennyei lett. Nagyon-nagyon jól bánt a Kraven-nel, abból a szempontból, hogy teljesen hátrébb volt szorítva a szegény figura, de, de, amikor, amikor Rivaldát kapott, akkor ő tényleg sugárzott. Aztán, ami nekem még nagyon-nagyon tetszett ebben a filmben, az mindenféleképpen Dick és Corinak a kapcsolata iszonyatosan felnőttes volt, iszonyatosan éret volt, iszonyatosan jól mutattak együtt. És ezt egy olyan srác mondja, aki számára, vagy akinek a kedvenc párra, vagy akivel a legjobban szereti Dick grayson az Barbara Gordon. És mégis korival nekem nagyon jól működtek. Igazából el tudom őket viselni együtt, sőt, nagyon-nagyon szeretem őket együtt. Ugyanis ebben a filmben ők például összeköltöztek, és azért azt is, hogy ezt megoldották. Ugye Dick Grayson, amikor, amikor a film elindul, akkor ő 5 er, évvel ezelőtt járunk, és akkor még már teljesen más csapatot vezet. Viszont amikor itt vagyunk a jelenben, és az egész Judas szerződés megtörténik, akkor ő már nem vezeti a gárdát, hanem ő már észárként tevékenykedik, és terevezeti a... a csapatot, és neki vannak különféle nehézségei ezzel kapcsolatban, amiket azért meg kell oldani, illetve van az az átmeneti időszak, amikor neki hogy hozzá kell idomulni, mindenkinek össze kell csiszolódnia. tulajdonképpen, hogy ki milyen szerepet is tölt be ebben a történetben. És a filmnek rengeteg olyan megközelítési módja van, amivel szerintem kellő mélységeket tudott felfedezni, de az a helyzet, hogy két, két dolog van, amiben ez a történet sokkal, de sokkal jobb lehetett volna. Az egyik az az, hogyha ez egy minisorozatnak a második évadában történik meg, vagy hogyha önmagában egy minisorozat, ahol lehetőségünk van megismerni a karaktereket, ahol lehetőségünk lett volna akár minden epizódban, vagy valamikor más karakterekre gyanakodni, és egy intelligensen felépített Judas szerződés szerintem mocskosul jó, akár élőszereplős, akár animációs sorozat is lehetett volna. Ez szemben kaptunk egy 80 perces filmet, ami után szerintem megnyalhatjuk mind a tíz mert még hogyha, eddig nem is voltam Tini Titának rajongó, szerintem most már én is kezdek nagyon-nagyon húzni feléjük, mert iszonyatosan jó a gárda, Gézen a humorát imádom. Aztán igazából kék pogára sem volt különösebb problémám, révent amúgy is nagyon szeretem. Damien meg most elviseltem és igazából őt nagyon kedvelem, de csak Johnnal, mert olyankor valahogy úgy nagyon jól ügyesen ki tudják egyensúlyozni egymást. Szóval ez egy nagyon, nagyon érett film volt, amit, amit én nagyon-nagyon élveztem, és ha minden igaz, akkor hamarosan meg is jelenik majd magyarul is. Valószínűleg legközelebb majd akkor fogok kicsit talán jobb, több részletességgel jobban belemerülni a témába, hiszen rengeteg mindenről érdemes beszélgetni ezzel a filmen kapcsolatban, és a szinkronról mindenféleképpen szeretnék, amelyet, hogyha jól tudom, akkor a panóniában készítenek vagy már készítettek is, úgyhogy kicsit aggódok a hangok miatt, de ez legyen az én problémám. Ha pedig valakit ennél részletesebb véleményem érdekel, akkor mindenféleképpen ajánlom a cikket, ami pont ma jelent meg a Judas szerződéssel kapcsolatban, illetve Youtube-on fel lehet keresni a véleményemet. Én pedig szerintem megköszönöm már a figyelmet, ez volt a kilencedik panel, és csak annyit szeretnék mondani, hogy húsvét jön, tessék olvasni minél több képregényt. Szerintem én ennél többet, jobbat, szebbet nem is kívánhatnék ezen az ünnepekre, úgyhogy ha van a gyerkőcök a családban, akkor mindenféleképpen tessék elrejteni képregényeket a tojásban, vagy tojás helyett képregényeket elrejteni, amit majd meg kell keresgélnünk a fészekből, az udvarban. Mi pedig remélhetőleg legközelebb jövő héten találkozhatunk itt a 9. panelben. Ha kérdésed, kérésed, kívánságod van, vagy csak szeretnél beszélgetni képregényekről, akkor mindenféleképpen dob meg egy e-mail-lel a popchapkukac.gmail.com címen. Találkozunk legközelebb, popkultúrában gazdag hetet kívánok!